Lukács evangéliuma 13. részének utolsó két versét olvasom, a 34. és a 35. verseket. Jézus szavait halljuk itt is. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a tyúk a csibéit szárnyai alá, de nem akartátok. Íme elhagyottá lesz a ti házatok, de mondom nektek, nem láttok addig engem, míg el nem jön az az idő, amikor ezt mondjátok, áldott, aki jön az Úr nevében. Jézus halad Jeruzsálem felé, és szomorúan mondja, hogy Jeruzsálem, mennyit kaptál a te Istenedtől? Sehol másutt nem jelent meg annyi proféta, Istennek annyi küldötte. Sehol másutt olyan lehetőségei nem voltak embereknek, mint Jeruzsálemben. Isten úgy tekintette, hogy újra meg újra helyzetbe hozta Jeruzsálemet, és így mondja Jézus nem csak önmagára, hanem már az Ószövetség időire is, hogy Istennek ez a szíve fájdalma, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartalak úgy a szárnyam alá venni, mint ahogy a kotlós tyúk, a kis csibéket, és nem akartad, és elengedted magad mellett a lehetőségeket, nem használtad föl. Testvéreim, én látok olyan gyülekezeteket, ahol hangzott az evangélium, nem országos átlagban, hanem olyan módon, hogy a helyi lelkipásztor, aki csak lehetett, meghívott mindenünnen, hogy hirdessék az Isten országát. És voltak, akik megragadták, de úgy a többségnek kemény maradt a szíve. Lehet, hogy hangulatilag megindultak, de igazán nem ragadták meg a nekik elkészített lehetőséget. És aztán eljöttek olyan évtizedek, amikben igazán nem volt ott a lehetőség. Nem tudták megragadni, mert vagy nem hangzott úgy, vagy az a légkör nem teremtődött meg, amiben igazán átadhatták volna neki magukat. Nagyon komoly figyelmeztetés mindannyiunknak, hogy ha halljuk az Isten igéjét, ha a küldöttjeit küldi bármilyen formában, akkor mi ne vegyük úgy, hogy az az egész igazán nem döntő a számomra. Ne engedjem el a lehetőséget, mert nem biztos, hogy újra fölmelegszik a szívem, újra olyan légkör teremtődik, újra olyan evangelizációs lehetőség lesz. A Szentléleknek az Istentől adott drága lehetősége, ajándék, az a kairosz, az az adott idő, ami itt többször is Jeruzsálem tekintetében megadatott, az nem jön el. Hideg marad a szívem, és mi lesz velem? Emlékszem arra fiatalkori barátomra, aki azt mondta, hogy olyan közel álltam a megtéréshez egy csendes héten,
Ott voltam, hogy dönthettem volna így is, úgy is, de mégsem döntöttem az Úr mellett. És én olyan szomorúan láttam, ahogy az egész élete tönkre ment, ahogy egyházassága fölborult, ahogy ez az egész ember tulajdonképpen egy csőtömeg lett, ahogy még szinte a házra tekinteni, az udvarra tekinteni, és hogy itt elhagyatott minden, valahogy úgy, mint amit itt mond, hogy elhagyottá lesz a ti házatok. De azért milyen kegyelem, hogy a legvégén ott van, hogy addig nem láttok, míg azt nem mondjátok, hogy áldott, aki jön az Úrnak nevében, hogy Isten mégiscsak valami fénysugarat oda tesz a végére. De mi nem a végét várjuk, hanem a lehetőséggel éljünk.